Sziasztok! Talán meglep titeket az a tény, amivel a mágus kártya jelenlegi helyzetét vizsgáló videót illik elkezdeni. Ma a mágus brand legsikeresebb ága a kiválasztottak kártyajáték. Oké, persze, az irodalom még csak most éledezik Csipke Rózsika álmából, vagy Anaki nevi megfelelőjéből, a szerepjáték meg ezután lép színre, de mindez jottányit sem von le a kártya elmúlt 4 éves sikertörténetéből. Ebben a videóban áttekintjük, mi vár arra, aki 2021-ben szeretne nekivágni a mágus kártyának, újra kezdeni, vagy éppen szűzkézzel nyúlna a lapokhoz. Röviden áttekintjük a kártya múltját, beszélünk a jelenéről, kivált kép a játékosok közösségéről, és arról, hogy milyen versenyeken tehetjük próbára a tudásunkat. Megmutatjuk még a két játékosnak szóló kezdőkészletet is, mely ideális lehet... kezdőknek. Szóval, ismerkedjünk meg a kártyás társasággal, aztán keressük elő a régi paklikat, vagy ide nekünk egy kezdőkészletet, és mielőtt még versenyre mennénk, romboljunk le pár tornyot hű kalandozóinkkal. A Találkozunk Torozonnál csatorna bemutatja. Mágus kártyakörkép 2021 és kezdőkészlet két játékos részére. Mielőtt nekilátunk, a videó elkészítésében nyújtott segítségért köszönet illeti a mágus kiválasztotta kártyajáték stábjának tagjait, Csabát és Akvírt. Köszönjük! A mágus kártyajáték a kiválasztottak története az 1996-os Rúna táborban tartott bemutató játékkal kezdődött. Majdnem 25 év telt el azóta, tengernyi idő, mely alatt a kártya 3 kiadó gondozásában is megfordult. 1997-től 2001-ig a kiadó megszűnéséig a Valhalla Páholy volt a gazdája, majd 2 éves holt időszak után 2004-ben a Két Mágus Kft. Vette kezébe a kártya sorsát. A kiadás joga 2014-ben került a Delta Vision kiadóhoz, mely szándéka szerint így a mágus brand összes ágát együtt kezelheti. A kártya negyedszázados története során közel 4000 különböző kártyalap jelent meg. Jelenleg gyakori, átlagos, egyedi, mitikus, promóciós, ómen és ultralapokkal találkozhatunk. A lapkészlet óriási, ezért, ahogy az a hasonló kártyajátékoknál szokás, több formátumban is játszhatnak a játékosok. A kezdőket támogató, a kártya megismerését célul tűző formátumtól, mely a könnyen, kisanyagi ráfordítással beszerezhető lapokat használja, a legfrissebb, az utóbbi 4-5 év lapjait használó versenymódon át egészen az összes kártyát használó formátumig. A mágus kártyát, a kiválasztottakat az egyedisége különböztette meg a hasonszörű kártyás játékoktól, az összetett, de könnyen tanulható szabályrendszere, és az, hogy általa innen világán kalandozhattak a játékosok, hogy lépten nyomon visszaköszöntek a regényből megismert helyszínek és hősök. Az, hogy az utóbbi 4 évben a mágus kártya egyfajta sikertörténetet tudhat magának, leginkább a játékmenedzselésének új alapra helyezésével és egy új távlati vízió lefektetésével érte el. Változtatni kellett az addigi gyakorlaton, meg kellett oldani a kártyafejlesztés során felmerülő problémákat, állandósítani az évente drasztikusan változó versenykörnyezetet, megoldást találni a megvásárolt lapok gyors elértéktelenedésére, és a játék ineptől egyre jobban elszakadó világát visszaterelni a helyes útra. Ráadásul a gondokat tetézte, hogy a kártyás termékpaletta egyáltalán nem támogatta a játékkal épp csak ismerkedőket. 2017-ben Magyar Máté Akvír vette kezébe a játék menedzselését és új szemléletet hozott a fejlesztésbe. Megjelent a kezdő, a haladó, az alapcsomag és egy versenycsomag is, melyek segítségével az érdeklődők az alapoktól egészen a komoly versenyjátékig megismerhetik a kártyát. Ha valaki ma megvásárol pár csomagot, akkor a kibontás után inev megkártyásított világával találkozik. A fejlesztők folyamatosan tartják a kapcsolatot a mágus írói gárdával, és az utóbbi években Gáspár András is tevékenyen részt vett a kártyák hátterének szerkesztésében. A játékosok a grafikák és képességek világhűsége mellett abban is biztosak lehetnek, hogy a megvásárolt lapok több évig megőrzik értéküket, az összerakott témák versenyeken is játszhatóak. Nem jár le a szavatosságuk 1 év alatt, akár 2-3 év múlva is versenyképesek lehetnek egy rendezvényen. Apropó versenyek, itt könnyen több mint 30 különböző témában összerakott paklival is találkozhatunk. Orkok, Doran varázslói, Kráni birodalmi légió, Garmakor, Piaroni lovagok, Amundok vagy a zászlóháborúban megismert népek tűnnek fel egy-egy játékos kezében, azaz a korábbi 3-4 téma helyett rendkívüli sokszínűség áll a játékosok rendelkezésére. Rengeteg helyszín várja a versenyezni vágyókat, mint ahogy klubnapok is rendelkezésre állnak az ország több városában. A kezdők külön kezdőbarát versenyeken és bemutatókon ismerkedhetne meg a kártya alapjaival. Ráadásul az utóbbi években a kártya ott van minden nagyobb hazai szerepjátékos vagy fantasy témájú kiállításon, mint a Mondokon, a Fantasy Expo-n, a Hung Expo-n vagy a Hungarokonon.
Így saját standdal, promóciós naptárakkal, képekkel és kártyákkal várják az érdeklődőket. A mostani alkotógárda legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a korábbi években folyamatosan tömörödő, fogyatkozó kártyaközösséget gyarapítsa. Az egymás segítő emberekből álló, összetartó, de kicsi társaság, a szemléletváltás és a kommunikáció megváltozása, valamint a korábban említett pozitív folyamatok miatt növekedésnek indult. Egyre többen ismerkednek meg, vagy éppen térnek vissza a kártyához, miközben a baráti légkör, a másikat segítő hozzáállás megmaradt. Fantasztikus látni, hogy a játékkal újonnan ismerkedőknek a régi motorosok a korábbi évek lapjaiból álló felajánlással segítenek. A közösségnek több híressége, nagy alakja is van, akik egy-egy kártyán is megörökítésre kerültek. Ők a játékért, a közösségért végzett kiemelkedő munkájuk miatt érdemelték ki az örökké valóságot. Közülük megemlítjük Pálinkás Lászlót, aki 2017 óta sajnos már nincs közöttünk. Ő az első mágus kártyás, a legenda szerint ő vásárolta meg az első kártyacsomagot a Valhalla Páholy boltjában. Kiemelkedő közösségszervező, igazi példakép volt, aki külön díjakkal támogatta a versenyeket. Tiszteletére és emlékére a kezdőknek szóló formátum róla kapta a nevét. Az érdeklődők számára többféle verseny is elérhető. Vannak kifejezetten kezdők számára létesített versenyek, ahol a tapasztalt játékosok nem vehetnek részt. Kifejezetten kezdőbarát, bár a profik számára is nyitott formátum a PLEV, azaz a Pálinkás László emlékverseny. Évente 4-5 alkalommal tartanak nagy érdeklődésre számot tartó kiadói nagyverseny Budapesten. Ezek a fél évzáró és évzáró, őszköszöntő és farsangi versenyek, valamint a termékbemutató versenyek, melyen a résztvevők a nevezési díjba foglalt pakli pontásával kezdik a játékot. Ezek nagyon népszerű rendezvények, hiszen szerepet kap a szerencse is, és kiegyenlítettebbek az esélyek. Második számú versenysorozat az Országos Vándorverseny. Havonta egy ilyen kerül megrendezésre, egy-egy vidéki nagyobb versenyhelyszínen, mint például Debrecenben, Szegeden, Pécsen. Szintén minden hónapban megrendezésre kerül Budapesten egy TSK verseny, azaz a titkos stackek konzisztenciája. Ezek az alkalmak témaorientáltak, hangulatos és kiemelten szórakoztató versenyek az állandó házigazdáknak, akvírnak és hamiskártyásnak köszönhetően. Mindezek mellett szerte az országban vannak kisebb versenyek is, melyek főleg a környező települések, a környező vidék játékosait vonzák, de természetesen nyitva állnak azok előtt is, akik vállalják a részvétellel együtt járó utazást. A versenyeken való helyezéssel pontok gyűjthetők, melyek segítségével a játékosok egyre feljebb kerülhetnek az adott év ranglistáján. A bajnoknak jár az elismerés és a kupa. Ez a ranglista minden versenyen résztvevő számára nyitott, és nem csak a helyezést, az aktivitást is jutalmazza. Remélhetőleg nem sokára, a járvány mizéria végeztével elindulhat a csak profiknak szánt éves ranglista is, mely a kitüntetett versenyeken elért legjobb eredmények alapján alakul ki, és a valódi versenyteljesítményt méri. Ha már említettük a mindennapjainkat felforgató járványt, ahogy minden mást is, ez a helyzet új kihívások elé állította a máguskártyát is. Kiadások csúsztak, rendezvények maradtak el, és mivel a vendéglátóhelyek zárva tartanak, előtérbe kerültek az online versenyek. A játékosok élő kapcsolatban a kamerával a játékterüket véve játszanak, mely ugyan legfeljebb csak halványan idézi a személyes összecsapások hangulatát, de átmenetileg megteszi. 2021-ben Gáspár András emléke előtt tisztelegve egy új formátum és versenysorozat fog bemutatkozni Gáspár András emlékverseny néven. Ennek a formátumnak a különlegessége, hogy a megjelent lapok mindegyike használható lesz rajta, de mindenből kizárólag egy példány lehet a legfeljebb 75 lapos pakliban, amely egy szabadon választott kalandozó hős köré épül. A kényszerű szövetség és összefogás az iszonyat ellen máguskártya kezdőkészlet két fix, előre összeállított paklit tartalmaz, melyben 43-43 lap, köztük 3-3 toronyszint található, illetve egy kezdőszabálykönyv és dobókockák. Az egyik pakli a Krán Piaron szövetséget mutatja meg, míg a másik Gorvik Sadon összefogását. A lapok egyszerű mechanikáival a játék alapjai könnyen elsajátíthatóak, ugyanakkor a képi világa változatos és szép. A két pakli tökéletes választás kezdőknek, egymás ellen nagyszerű játékélményt nyújt. De nézzük meg röviden, hogy miről is van szó. A játékosok nagyhatalmú varázslókat testesítenek meg, akiknek az a célja, hogy saját tornyukból alakítva a világ folyását, elpusztítsák riválisuk tornyának minden szintjét. A játék fordulókra van osztva, melyek során lehetőségünk van kalandozókat felbérelni. Ők fogják támadni az ellenfelünk tornyát, vagy védeni a sajátunkat, így gyakran összemérik erejüket az ellenfél kalandozóival. Konkrétabban lapokat játszunk ki a kezünkből a játékba a jelenbe.
Ezek leidézéséhez és az ostromokhoz elengedhetetlen a játék erőforrása, a folyamatosan gyűlő manőverpont, röviden MP. Ötféle laptípus létezik. A toronyszint, a kalandozó, az akciólap, az akadálylap és az eseménylap. A toronyszintek alkotják a tornyunkat. A kalandozók azok, akik, hát nos, ugye tudjuk. Az akciólapokkal tudnak cselekedni a kalandozóink. Három típusa van, mint a támadás, a tárgy vagy a varázstárgy. Az akadálylapok bestiák, melyek a toronyszintet védik. Az eseménylapok olyan események, melyek más lapoktól függetlenül fejtik ki hatásukat. Szóval, MP-t nyerünk, abból lapokat idézünk, védjük a saját és támadjuk az ellenfél tornyát, és nyerünk, ha azt teljesen elpusztítjuk, vagy a másiknak elfogy a paklija, amíg nekünk még marad a sajátunkból. Erősen zanzásítva ennyi. De természetesen ennél azért jóval több a játék, mely a sok lehetőség, kivált kép a kalandozók sokszínűsége miatt rendkívül változatos és élvezetes összecsapásokat tartogat. Ti próbáltátok valaha a mágus kiválasztottak kártyajátékot? Ha igen, miért hagytátok abba? Nálam egyszerűen eljött az a pont, amikor el kellett döntenem, hogy könyvet vagy kártyát veszek. Hát hiába, diák voltam még, és borzasztóan szerettem olvasni. Most azonban kedvet kaptam a kártyához, ti hogy álltok vele? Írjátok meg kommentben. Egyébként és bármikor, érdeklődés esetén bátran keressétek fel a kártyajáték Facebook társalgóját, link a leírásban. Itt biztosan találtok valakit, aki segít az első lépések megtételében. Köszönjük Patreon támogatóinknak a bizalmat, és mindenkinek, hogy itt vagytok, hogy együtt kalandozunk. Lájkoljatok, ha tetszik, iratkozzatok fel, és ha már leromboltátok a másik varázsló minden torony szintjét, és persze kifizettétek az összes kalandozó bérét is, rászolgáltatok egy kupa borra. Találkozunk Torozonnál. Sziasztok!